Szeretettel üdvözöllek titeket, és még néhány gondolat annak kapcsán, hogy miért választottam azt a címet, hogy a változás az egyetlen, ami állandó, mert hiszem azt, hogy alapvetően attól függ, hogy az életünkben mennyire találjuk meg az egyensúlyt, hogy mennyire tudunk azonosulni azzal, mennyire tudjuk elfogadni azt, hogy a változás az állandó, az nem rajtunk múlik. Van egy ilyen megközelítés is, hogy a változás az akkor fáj, hogyha ellenállunk neki. A kérdés az, hogy mi mennyire tudjuk elfogadni azokat a dolgokat, amelyek tőlünk függetlenül így is úgy is megtörténnek az életben, vagy mennyire próbálunk ennek ellenállni. Egy másik hasonlattal élve, ha már a folyót és a csónakot említettem, csak képzeld azt el, hogy mi történne, hogyha az életed folyóját akarnád megállítani. Ugye a folyó az egy hatalmas áramlás, csak úgy, mint az életünkben, az az energia, ahogy áramlik, és tőlünk függetlenül így is úgy is ez megtörténik. Hogyha mi ezt megpróbáljuk megállítani, és azt mondjuk, hogy én vagyok az erősebb, mint az élet, mint az áramlás, mint a folyó, mint szimbólum, akkor megnézhetjük magunkat, és hát nagyon sokszor próbáljuk ezt mégis annak ellenére, hogy nem ez lenne az a helyes mód, ahogyan mindezt irányíthatnánk, vagy jól élhetnénk az életünket. Ennek pedig az egyik legfőbb oka hitem szerint az, hogy van bennünk egy kettősség a vágyakat illetően. Az egyik az az, hogy vágyunk arra, hogy spontán legyen körülöttünk minden, hogy ne tudjuk azt, hogy mi fog történni velünk, akár a következő pillanatban is, van egy ilyen belső vágyunk. A másik részről pedig vágyunk a biztonságra, akarjuk, hogy a miénk legyen a kontroll és mi irányíthassunk. Az előző példához visszakanyarodva talán te is láthattad, volt egy ilyen film, aminek az volt a fő üzenete, hogy nap-nap után a főhős ugyanarra napra ébredt, és hát már előre tudta pontosan, hogy mi fog történni, és az elején még élvezte, és hogy fú, ez mennyire fantasztikus, hogy nagyjából ki tudja, illetve pontosan ki tudja számítani azt, hogy mi lesz a következő percben, pillanatban, órában, és ez ilyen izgalmas és élvezetes volt, de utána nagyon hamar ráunt. Ez egy jó példa lehet arra, hogy mennyire vágyjuk belül azt a spontaneitást, hogy ne tudjuk azt, hogy mi fog történni velünk. A másik részről pedig ott van a biztonság iránti vágy, ami pedig lássuk be, nem más, mint egy illúzió. A biztonság, mint olyan, az valójában nem létezik. A mostani időszak is megtanította számunkra azt, hogy mennyire így van ez. Egyetlen tolvonással az élet újraír körülöttünk mindent, kihúzza alólunk a padlót, és csak azt vesszük észre, hogy milyen ingoványos lett hirtelen a talaj. Éppen ezért érdemes egy picit más szemüvegen keresztül néznünk az életünket, és elfogadni azt, hogy a folyó az úgyis áramlani fog, ez az energia az életünkben, ez így is úgy is működik, és megtanulni sokkal inkább együtt élni ezzel. Eckhart Tolle-nek van egy ilyen nagyon jó megközelítése, amivel én már évek óta folyamatosan azonosulok, és mindig nyakon csípem magam, vagy törekszem arra, hogy nyakon csípjem magam, hogy éppen ennek megfelelően szemléleme az életet, vagy éleme a mindennapjaimat. Ez pedig a következőképpen hangzik. Az élet egy táncos, és te vagy a tánc. Alapvetően az életnek van egy szándéka veled, velünk, rajtunk keresztül akar áramlani. A kérdés az, hogy mi ezt megengedjük-e, és ugye erről szólnak ezek a flow megközelítések, amit Csíkszentmihályi Mihálynak köszönhetünk alapvetően, de mint áramlás az életünkben nem csak ehhez a fantasztikus emberhez köthetően van jelen az életünkben, nem csak abban az ábrában, amikor azt vizsgáljuk, hogy a kihívás és a képesség hányadosa vagy a relációja hogyan működik, hogyan áll az életünkben, és ezt mennyire tudjuk flowként megélni, hanem tény az, hogy ez az áramlás, ez minden esetben ott van körülöttünk. Ha ezt a tényt el tudjuk fogadni, akkor már nagyon sok mindent tettünk annak érdekében, hogy ezt másképp élhessük meg. Nagyon sokan a tagadás szintjén vannak ezzel kapcsolatosan, és bármikor írok vagy beszélek erről, akkor is úgy állnak hozzá, hogy majd én azt eldöntöm, hogy mi fog történni, és majd ez nem így működik, erős vagyok, I can do it, én csinálom, és a többi. Én úgy gondolom, hogy mind a kettőben van igazság. Van egyfajta szabad akaratunk, és van egyfajta eleve elrendeltetettség. Ez az élet egy táncos, és te vagy a tánc, szerintem ez a kettőnek az elegyéből állhat össze. És hogyha ezt jól megtaláljuk az életünkben, akkor azt gondolom, hogy nagyon jól együtt tudunk élni a változással, az áramlással, azzal a flow-val, ami mindig ott van körülöttünk, és alapvetően bennünk is. Ez a körforgás, ez a ciklikusság, ez mindenhol megjelenik. Csak gondolj abba bele, hogy mennyire szimbolikusan mutatja számunkra az élet ezt a változást, hogy ez függetlenül tőlünk minden esetben ott van. Az egyik példa, amit erre hozhatok, az a születésünkkel
függ össze, hogy alapvetően a születésünk, ugye van egy ilyen fantasztikus megközelítés, ami a Dr. Wayne Dyer-től hallottam annak idején, aki azt mondta, hogy a fogantatásunktól a születésünkig az első 9 hónap az mindentől függetlenül rendben van. Semmit nem kell tennünk, az élet, vagy a Teremtő, vagy a Jóisten, ahogy neked tetszik, hívd úgy, gondoskodik rólad, rólam, rólunk, semmit nem kell tennünk. Majd folytatja a gondolatot, hogy miért gondolnánk azt, hogy a születésünk után következő 90 évben ennek másképpen kellene lennie. Érdemes szerintem ezen egy kicsit elgondolkodni, hogy önmagában bármilyen szempontból nézünk, akár a tényleges születésünkre életünk hajnalán, vagy akár akkor is mondhatom ezt, hogyha egy vállalkozásba kezdünk, vagy egy párkapcsolat vonatkozásában, ott is van egy első fázis, ott is van egy úgynevezett születés. Aztán van egy élet, amikor megélhetjük ezt a néhány évtizedet, hogyha a saját életünkre gondolok, illetve akkor is, hogyha egy párkapcsolat vonatkozásában, gondolok erre a szimbólumra, hogy élet, amikor úgy virágzik, amikor úgy boldogok vagyunk, amikor élvezzük azt az egész együttlétet, vagy legyen szó, hogy vállalkozás indításáról, akkor ott van az az élet része, és bizony elkerülhetetlenül mindennek van egy vége, amit hívhatunk bizonyos értelemben halálnak is, ha az életünkről van szó, akkor nem bizonyos értelemben, hanem egyfajta metamorfózison megyünk keresztül, de az a földi létünk az lezárul. Az a változás, az megállíthatatlan. Én nagyon sokáig gondoltam, hogy majd jó üzletet kötök az élettel, és én valahogy nem fogok meghalni. Rettegtem az elmúlástól, és nagyrészt a változással való azonosulásom, a saját elmúlásom elfogadása volt az, ami könnyebbé tette azt, hogy most jobban élvezem az életemet. Megint csak Eckhart Tollehoz köthető az a megközelítés, amikor azt mondta, hogy mindannyiunknak egy picit meg kell halnunk ahhoz, hogy igazán tudjunk élni. Számomra ez összefüggésben áll azzal, amiről beszélek itt, hogy ez egy körforgás. És nem tudom, hogy közületek ki az, aki hisz a reinkarnációban, vagy ki az, aki nem, de tény az, hogy ez az egy kör, ez mindenképpen bezárul, ha tetszik, ha nem. Ma már egyre többen nyitottak arra, hogy itt a sok-sok leszületésünkkel tudjanak azonosulni. Nem én akarok lenni, aki ebben az előadásban most erről téged meggyőz, vagy éppen megcáfol, mármint azzal kapcsolatosan, hogy hogyan működik maga ez a folyamat, mennyire választjuk mi a szüleinket, nekem is erről van egy hitrendszerem, mennyire választjuk a saját utunkat, de maradjunk egy földi létünknél, és nézzük egy körforgásban, vagy hasonlítsuk ehhez kapcsolódóan ismételten azt, amikor azt mondom, hogy elindul egy kapcsolat, akkor van egy gyönyörű szerelem, van egy születés, amikor ez elkezd szikrázni ideális esetben, és utána van egy életrész, amikor ezt az egész kapcsolatot megéljük, és lehet, hogy nem megy el feltétlenül az első halálnál a szakítás, lehet, hogy csak egy mini halál lesz belőle, és hogyha jól csináljuk, akkor ebben a kapcsolatban is lehet egy újjászületés, lehet egy újabb élet, amikor megint élvezzük az együttlétet, de elkerülhetetlenül a földi létünk végeztével annak a bizonyos kapcsolatnak is legkésőbb akkor vége szakad. Ugyanúgy egy cég vagy egy ház építése vonatkozásában. Ugye megvan az az izgalom, amikor elkészülnek a tervek, megszületik először is a gondolat, megszületnek a tervrajzok, utána az alapoknak az elkészítése, és kinő a földből egy gyönyörű objektum, egy gyönyörű épület, és utána néhány év, tized, vagy akár száz évvel később, néhány száz évvel később akár, de hogyha nem figyelünk erre oda, akkor az bizony el fog porladni, és az idő vasfog az ki fogja kezdeni. Ezek a szimbólumok, ezek mind csak arról szólnak most a mondani valóm elején, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy a mi életünkben mennyire tudjuk elfogadni azt, hogy vége lesz. És ez, amikor az ember elfogadja, akkor valójában szabaddá válik. És nem fogja megkeseríteni azt az időszakát, amikor ezt az egészet élvezheti. És szeretném felhívni még egyszer a figyelmet arra, hogy ezzel harcolhatunk, de az élettel szemben nincsen esélyünk. Úgyhogy alapvetően azt érdemes megvizsgálni szerintem jelen pillanatban mindannyiunknak, hogy mi inkább harcolunk, vagy táncolunk a változással. Hogyha megengedjük, hogy az élet legyen a táncos, és mi legyünk a tánc, akkor jól fogjuk érezni magunkat a mindennapjainkban. Hogyha próbáljuk felülírni azt az áramlást, azt a változást, ami mindenképpen megtörténik az életünkben, legyen szó külső vagy belső változásról, sokszor használom azt a szimbólumot, hogyha
a kávét összekevered a tejszínnel, azt már soha többet nem fogod tudni ketté választani. Ha megnézed ezt az online programot, ezt az egész Flow Summit sorozatot, akkor már nem leszel többi ugyanaz az ember. Egyszerűen nem tudsz, mert olyan információk érnek, amik akaratlanul is a tudatodat és leginkább a tudatalattidat befolyásolhatják, hogy egy pici változás álljon be, és ezek a pici változások ugyanúgy formálni fogják az egyéniségedet, a személyiségedet, az életedet. Tehát, hogy ilyen szempontból én úgy gondolom, hogy az első legfontosabb dolog az, hogyha áramlásról beszélünk, akkor elfogadjuk, hogy ez tőlünk függetlenül is meg fog történni. Hogyha ezzel együtt tudunk élni, és nem harcolunk, hanem táncolunk a változással, akkor egy sokkal kellemesebb, kiegyensúlyozott, harmonikusabb, szenvedélyesebb életet élhetünk. Ez volt az első része, amiről mindenképpen szerettem volna beszélni, hogy ezzel érdemes tisztában lenni, hogy egyetlen örök dolog van, ami állandó az életünkben, ez pedig a változás, ami egyetlen esetben lehet fájdalmas számunkra, hogyha ellenállunk neki. Ezért hoztam szimbólumként azt a folyós példát is, hogyha a folyót próbálod megállítani, akkor ugye nézzük például a duzzasztó gátak szimbólumát megint csak. Egy ideig ebből energiát nyerhetsz, de utána a víz mindenképpen utat tör magának, hogyha ezt te nem teszed lehetővé. A változás is el fogja érni az útját az életedben, legyen szó bármilyen traumatikus élményről, vagy legyen szó akár egészségügyi problémáról, ami keresztül fog vinni azon, hogy a változás megtörténjen. Jim Carrey, aki ugye eredetileg komikusként ismerjük, egy nagyon spirituális gondolkodóvá vált az elmúlt években, évtizedekben, és tőle hallottam azt a megközelítést, amit szeretnék ide kapcsolni, hogy amikor az ember próbál össze ellenállni a változásnak, akkor sokszor akár depresszív periódusba is kerülhet. És ez a depresszió Jim Carrey szavaival a következőképpen néz ki. A depresszió nem más, mint egy üzenet, ami arról szól, hogy az elmédnek elege lett abból a karakterből, amit még mindig próbálsz eljátszani. Hogyha nem vagy hajlandó követni a változást, ami benned zajlik, és megpróbálsz foggal körömmel ragaszkodni ahhoz, ami benned van, ahogy látod a világot, ami körülötted van, akkor elkezdesz szorongani, elkezdesz úgy gondolkodni, hogy a magyar nyelv gyönyörét hozzam ide ebbe a néhány gondolatba, hogy azt mondod, hogy szükségem van valamire. Ugye milyen gyönyörű, amikor azt mondom, hogy bőségben élek, vagy szükségem van valamire. Beszűkül a tudatod, beszűkül a mozgástered, és már csak arra tudsz gondolni, nekem szükségem van erre az emberre, szükségem van erre a munkára, és most sorolhatnám végtelensége ez a példákat. Tehát az első dolog az szerintem a legfontosabb, hogy magunktól mindig megkérdezzük, amikor egyfajta frusztrációt érzünk, ami hitem szerint nem más, mint egy jelzés arra, hogy valamit változtatnunk kellene, valamit nem engedünk, hogy megtörténjen. És ez egy fontos, hogy meddig engedjük el. Ma már azt láthatjuk, hogy rengetegen azt az utat választják, hogy egy ilyen esetben daganatos betegséget kreálnak magukban, vagy másfajta tüneteket produkálva itt hagyják a földi létüket. Én azt az utat javaslom, hogy inkább a tudatosság jegyében érdemes ezzel tisztában lenni, szembenézni, és megvizsgálni azt. Az én egyik kedvenc kérdésem minden esetben az, amikor valami körülöttem vagy bennem történik, hogy lehet-e rá hatásom? Én mindig ezt kérdezem, amikor feszültséget érzek a torkomban, a gyomromban, különböző szomatikus tünetek jelennek meg egy adott helyzetben, akkor mindig azt kérdezem, hogy mitől félek, és lehet-e rá hatásom. Ugye a félelemnek az egyik legfőbb oka az a nem tudás, amikor nem tudod, hogy mi fog történni. A félelemnek vannak különböző fajtái, mert teljesen más okokra vezethető vissza, akár a szorongás például, mint az általánosan vett félelem, hiszen a félelemnek annak van egy tárgya, tudod, hogy félsz a póktól, félsz a különböző dolgoktól, de a szorongás az egy meg nem határozott félelem, amikor mindentől félsz alapvetően, és nincsen egy konkrét tárgya ennek az egésznek. Nem akarok ebben a témában elveszni, csak azért tartom fontosnak, mert a tudatosság nekem nagyon sokat adott, hogy figyeljek magamra, hogy figyeljem, hogy mennyire merem engedni azt, hogy a flow, az áramlás, a változás megtörténjen rajtam keresztül, bennem, az életemben, a környezetemben, vagy mennyire próbálok én belemászni abba a helyzetbe, hogy én akarok mindent megváltoztatni, mindent irányítani, a biztonság iránti vágyam az erősebb lesz, mint a másik oldal, ahol engedem azt, hogy az élet történjen, és hogy tudjam azt, hogy mindig minden értem és értünk történik, hogy mindig minden azért történik így, hogy a legjobb legyen,
Ugye a kvantumfizikusok megközelítése a véletlen vonatkozása, amikor azt mondjuk, hogy talán véletlen, hogy most ezeket a gondolatokat hallgatott tőlem. Talán véletlen, hogy ez és ez így történt az életedben, az elmúlt héten, a következő hónapban mi lesz. Nyilvánvalóan nem. Ugye a kvantumfizikusok a véletlen vonatkozásában azt mondják, hogy véletlen, mint olyan, nem létezik. Egy dolog lehetséges, hogy a mi nézőpontunkból nem értjük a dolgok összefüggését, az okait. Ugye van egy ilyen megközelítés, ami pedig Steve Jobs egyik hagyatéka számunkra, az életünket előre fele értjük, de az a kapcsolódási pontokat csak utólag értjük meg. Több más filozófus is feszgette ezt a témát okkal, és most én is csak azért említem meg, mert nagyon sokszor, amikor ellen akarunk állni a változásnak, akkor az a félelem dominál, hogy nem tudjuk, hogy az jó lesz-e nekünk, vagy mi fog történni. A rövid távú következményei azok lehetnek fájdalmasak, de nagyon sok olyan emlékünk lehet, amire ha felidézzük, akkor tudjuk azt, hogy akkor szörnyű volt megélnem, hogy kirúgtak, hogy elhagytak, hogy összeomlott az életem. Ellenben mostanra sokkal jobban szeretem mindazt, ami körülöttem van. Emlékszem egy ilyen anekdótára, amikor egy férfi egy bölcsnek panaszkodik, hogy hát guru, képzeld el, hogy kirúgtak, és elveszítettem a munkámat. Mire a bölcs csak annyit mondott, hogy ha jól tudom, akkor egyébként is utáltad, hát örülj neki, hogy most van egy lehetőséged valami új életet teremteni. Hogyha így tekintünk erre az életre, a változásra, erre az áramlásra, és elfogadjuk azt, hogy vannak dolgok, amikre lehet hatásunk, és vannak, amikre nem, és arra koncentráljuk az energiánkat, amire lehet hatásunk, a többit pedig törekszünk arra, hogy elfogadjuk, mert azért mondani így nagyon könnyű, megélni sokkal bonyolultabb, akkor azt gondolom, hogy megtanulhatunk ahelyett, hogy harcolnánk, ahelyett táncolni magával a változással. Egy másik megközelítéssel hadd menjek tovább, ami segíthet arra, hogy a tudatosság jegyében megtanuljunk ezzel a változással együtt élni. Ehhez kapcsolódóan hadd hozzak megint egy példát a természetből, ami nem más, mint az esőcsepp, mint szimbólum. Ha belegondolsz, akkor valahonnan az égből lehull egy esőcsepp, és amikor megérkezik a földre, akkor egy ideig pocsolya formájában mondjuk társaival itt van, aztán utána elpárolog és visszakerül az égbe, a felhőbe. Ugye ez számomra egy hasonló szimbólum ahhoz, mint hogy tekintek az emberi létünkre. Hogy jövünk valahonnan, hívjuk ezt most a mindenki állapotának. Jövünk a mindenki állapotából, és amikor leszületünk ide, akkor mint egyén valójában akkor keressük az identitásunkat, és mondhatjuk azt is, hogy a senki identitásban vagyunk, hiszen a környezetünk még nem adott nekünk nevet, még nem tudjuk azt, hogy kik vagyunk, elkezdünk öntudatra ébredni, és mindezt a környezetünk nagyon erősen befolyásolja, de az életünk során valahogyan eljutunk oda, hogy valakivé válunk. Ez a valakivé válás folyamata, ez attól függ, hogy mennyire tudatos, vagy mennyire tényleg csak az egónk befolyásolja, akár teljesen megfojthatja a tudatosságunkat, és ez a valaki vagyok, ez teljesen felemésztheti az eredeti teljes egészet, azt a lényt, akivé válni szerettünk volna. Hogyha az ember ezt meghaladja ezen a változási folyamaton, akkor eljuthat odáig, hogy ebből a valakiből, amikor van egy ilyen életközépi válsága mondjuk, akkor eljut oda, hogy úgy érzi, hogy ő egy senki, ami nem feltétlenül most degradáló értelemben mondom, hogy én egy senki vagyok is egy ilyen depresszív állapotban, hanem egyszerűen csak azt érzi, hogy egy resetet kell nyomnom, mert az az identitás, az, akire azt gondoltam, hogy vagyok valaki, az összeomlott már, és ezzel nem tudok azonosulni, és visszakerülök abba az állapotba, amikor azt mondhatom, hogy senki vagyok. Tehát jövök a mindenki állapotából, leszületek a földre, leszek egy senki, és ebből a senkiből valakivé válok. Hasonlóképpen mondhatjuk ezt, hogy utána megint eljutunk oda, hogy a valakiből, amikor ez a ego összetörik, amikor ez az identitás összetörik, akkor megint azt érezhetjük, hogy senkivé válunk, és amikor ezt a senki tudatot megéljük, akkor juthatunk el oda, hogy ismét vágyunk arra, hogy valakivé váljunk, de már egy más minőségben, és ezt az egészet, hogyha mixeljük úgy egy körforgásképpen, hogy ezt úgy fogjuk tudni megélni, hogyha rájövünk arra, hogy mi a mindenkihez tartozunk, tehát meghaladjuk azt a tudatszintet, hogy csak mi vagyunk, és csak a kicsi énnel foglalkozunk, hanem egy nagyobb felé nyissunk. Tehát rendszerbe foglalva az egészet, én ezt úgy látom, hogy jövünk a mindenki állapotából egy közös létből,
egy nem fizikai identitású vagy entitású térből, és lesz egy fizikai létünk, egy megszületünk egy pici emberként, aki valójában még azt sem tudja, hogy kicsoda, majd elkezd valakivé válni. És ez a valakivé válás folyamata, ez megtörik vagy egy életközépi válság, vagy egy olyan mély, ilyen ható trauma következtében, ami után ismételten a nem lét, vagy a semmi, a senki állapotába kerülünk, és ez egy óriás, ez egy fantasztikus lehetőség. Akkor éppen mélypontként éljük meg sokszor, de ha visszatekintünk rá, akkor ez egy ilyen felszabadító érzés, hiszen új lehetőségek tárulnak ki előttünk. Ugye megint csak egy régi gondolathoz hadd nyúljak vissza, ezt Freudnak köszönhetjük, aki azt mondta, hogy mindaz, ami igaz életed délelőttjén, az délutánra hazugsággá válik. Ha belegondolsz abba, hogy azon az úton, abban a változásban, ami állandó és örök az életedben, ez az áramlás, hogy mennyi minden van, amit ma már másképpen látsz, mint 5 évvel, mint 10 évvel, nehogy Isten, 20-30 évvel ezelőtt, akkor érted ezt a folyamatot, amire most utaltam. Ez nem csak egy kör az életünkben, hanem lehetnek benne ciklusok. Például, amikor az ember szülővé válik, akkor ez a nagyon én tudata, akkor átmegy egy olyan mi tudatra, ahol a gyerekével egy másfajta együttélésben van, mint addig előtte bárkivel. Aki szülő közülünk, az pontosan tudja, hogy mire gondolok. Vagy egyébként egy párkapcsolat vonatkozásában is, amikor az énből meg a teből lesz a mi, akkor ez megint egy szimbólum erre, hogy egy új közösség, egy új identitás is születik ideális esetben ezáltal. Tehát az egész körforgás, ez szimbolikusan itt van köröttünk, és bennünk is ez a változás él, és pulzál, és ha akarjuk, hanem ez megtörténik. Ha nyitottak vagyunk rá, akkor kevésbé fájdalmas. De hogy meg fog történni, az egészen biztos. A kérdés az, hogy ki mennyire omlik ebben össze, hogy mennyire tudatosan éli meg ezt a lehetséges változást. A végcél az mindenképpen az lehet földi létünkben, hitem szerint, hogy visszajussunk oda, hogy megint csak a mindenki állapotában tudunk gondolkodni. Azt a fajta empátiát, együttérzést, azt a közös teremtést, amikor rájövünk arra, ugye erre is szoktam használni egy szimbólumot, mert hogy azt szoktam mondani, hogyha az óceán fenekén vannak, vagy hát az óceánban vannak szigetek, de ezek a szigetek, ezek csak a hegye látszik ki, és amikor a felszínről nézed, akkor ezek a szigetek olyan, mint a különállóak lennének. Éppen így mi emberek is úgy tűnik, mintha teljesen különálló identitású lények lennénk. Ami részben igaz, de hogyha szimbolikusan azt mondom, hogy kihúznánk az óceánból a dugót, és elkezdene lefolyni a víz belőle, akkor látnánk, amikor teljesen kiürül, hogy ezek a szigetek a mélyén, az óceán mélyén valójában mind ugyanannak a részei. Hitem szerint így vagyunk mi emberek is, hogyha rájönnénk arra, hogy mi mind egyek vagyunk, és ez nem egy ilyen térítő megnyilvánulás akar részemről lenni, de hiszem azt, hogy egy teljesen más életminőségben élhetünk akkor, ha onnantól kezdve már nem csak magunkra tekintünk, és rájövünk arra, hogy nincsen ő meg te, hanem mi van, és egyek vagyunk, és ez a szimbólum, ez nekem ezzel kapcsolatosan segített a helyére kerülni, hogy tényleg a felszínen úgy tűnik, hogy te meg én külön lények vagyunk, de a gyerekeimmel nagyon sokszor nézek mesét, és ma már nagyobbak, a két nagyobbik már nem akar velem mesét nézni, de a pici meg még nem, vagy ő még más típusú, de emlékszem, amikor a két elsőszülött fiunknál egyszer néztünk egy olyan mesét, aminek az volt a címe, hogy A zöld urai. Ez egy olyan mese volt, ahol az erdőben élő pici lényekről szólt, akik szabad szemmel nem is láthatók, és az ő életüket mutatta be. És ebben volt egy fantasztikus rész, ahol két levél őr beszélget, és beszélgetnek a levélen ülve. És az egyik filozófikusan azt mondja, hogy hát igen, látod, nagyon-nagyon sok a levél, de csak egy a fa. És ez számomra megint egy olyan szimbólum volt, ami arra enged így következtetni, hogy már abban is nagyon bölcsen benne foglaltatik az üzenet, hogy valójában egy a fa, és mind összetartozunk. Mielőtt túl mélyre mennék ebbe a témába, visszakanyarodok oda, hogy mit javaslok
egyén szinten, hogy mire érdemes ezzel kapcsolatosan odafigyelnünk. Dr. Joe Dispenzának van egy fantasztikus megközelítése, azzal kapcsolatosan, amit ő úgy fogalmaz meg, hogy a nagy hármas, ami rabulejt vagy fogva tart minket, és ez nem más, mint a téridő és a hely. És hogyha változtatni, a változással együtt akarunk élni, ha engedni akarjuk, meg akarjuk élni, és ezt a metamorfózist tudatosabban akarjuk megengedni magunknak, akkor érdemes megnézni azt, hogy mi mennyire tudunk ezzel a nagy hármassal együtt élni, vagy még inkább meghaladni azt. Ugye alapvetően ez a tér, idő, hely az a hármas, amikor meg kell néznünk azt, hogy amikor azt mondom, hogy ha ez a valaki identitásban nagyon rabulejt ez a nagy hármas, akkor azt mondom, hogy valaki vagyok, valahol vagyok és valamikor vagyok. Hogyha ezen túl tudok haladni, akkor eljuthatok oda, illetve túlhaladok, mert ezt beszéltük, vagy hitem szerint ebben nincsen választásunk, hogy ez a körforgás megtörténjen, abban igen, hogy ezt milyen tudatossági szinten éljük meg, és mit tanulunk ebből. Egy másik nagy tanítót, dr. Daubner Bélát hadd hozzak ide, aki arról beszél, hogy kétféleképpen lehet szenvedni, mert hogy a szenvedés, ugye a buddhizmusnak is, mint alaptézise, a szenvedés az életünk része, ha tetszik, ha nem. De a változással ez úgy kapcsolódik össze, hogy a szenvedés Daubner Béla szerint, és nekem nagyon tetszik ez a megközelítés, hogy kétféleképpen lehet szenvedni. Szenvedni, és szenvedve fejlődni. Ha az utóbbit választjuk, akkor van értelme ennek a néhány gondolatnak, amit most szándékozok megosztani veletek. Tehát, hogy amikor az ember ezt tudatosabban teszi, akkor ezt a szenvedési folyamatot meg tudja haladni. Egy olyan más minőségben élhet, ahol ezt a fajta égi adottságot, hogy nekünk embereknek van tudatunk, ezt használhatjuk, és ezáltal tovább fejlődhetünk, és egy más minőségben élhetjük az életünket. Tehát visszakanyarodva oda, hogy ez a vagyok valaki, vagyok valahol, vagyok valamikor, eljutunk oda, hogy senki vagyok, semmikor vagyok, és sehol vagyok. És hogyha még egy szinttel tovább jutunk ezen, akkor megszűnik ez a fajta háromdimenziós korlát, amiben éljük a mindennapjainkat, és eljuthatunk oda, hogy mindenki vagyok, mindenhol vagyok, és mindenkor vagyok. És ez az állapot, ez egy olyan áramlás lehetőségét biztosítja, ahol mondhatni, hogy bármit teremthetünk az életünk folytatásaképpen, mert hogy úgy is fogalmazhatnánk, hogy tiszta lappal indulhatunk tovább ebből a tudatmezőből, ahol minden a rendelkezésünkre áll. És a kérdés az, hogy ebből mennyire süllyedünk oda-vissza, hogy megint elkezdjük a tér, idő és a hely hármasának rabságában élni az életünket. Minden alkalommal, amikor elkezdünk szorongani, elkezdünk, a tudatunk szűkül, akkor visszajövünk oda, hogy elkezdünk a fizikai térben, időben és helyben, illetve identitásban gondolkodni, és azt mondjuk, hogy ki vagyok én, hol vagyok most, mikor vagyok, elkezdem az idő fogságában élni az életem, elkezdek szorongani, elkezdek különböző relációkban gondolkodni, és hogyha ezt a teret kitágítom, akkor a szükség helyett lesz egy bőség szemléletem, és a változás, ami állandó az életünkben, ez az áramlással összekötve, ez olyan lehetőségeket rejt magában. Számomra ez ahonnan indultam annak idején, hogy Eckhart Tolle azt mondta, hogy az életed táncos, és te vagy a tánc. Nekem ez a fajta nyitottság, amikor azt mondom, hogy teljesen kitágítom a tudatomat, és egy új irányba adok lehetőséget, hogy minden változzon körülöttünk, ez jelenti azt, hogy én válok a táncá, és én tudok egyfajta olyan jövőt teremteni, amiben igazán jól érzem magam. A létállapotunk az, hogy milyen energiában, milyen hangulatban vagyunk, az megint csak egy ilyen képi hasonlat, hogyha az óceánt meg a szigeteket hoztam, akkor most egy zátonyként tekintsünk erre. Hogyha megnézed azt, hogy a zátonyok azok mindenképpen ott vannak. A kérdés az, hogy te a hajóddal át tudsz-e fölöttük lavírozni, hogy milyen magas a víz. A víz magasságát, a víz szintjét az az érzelmeid, érzeteid, a tudatodnak a szintje fogja meghatározni. Hogyha letargikus vagy, egy ilyen befeszült valamibe vagy, akkor nagyon alacsony a víz szintje, és az átonyoknak neki fogsz csapódni. Hogyha ezt a tágabb tudat állapotát fel tudod venni, akkor egy könnyű, súlytalan állapotba kerülsz, ami szimbolikusan azt fog jelenteni, hogy a víznek a szintje meg fog emelkedni, és ezáltal az átonyok fölé emelkedik, és így nem fogsz beléjük ütközni. Tehát
azt tudom mondani, hogy azok, amiket problémaként élünk meg az életünkben, azoknak a nagysága az attól függ nagyrészt, hogy mi milyen állapotban vagyunk. Van egy ilyen megközelítés, hogy válj nagyobbá, mint a problémáid. Vagy Szent Ágoston azt mondta, hogy nem könnyebb terheket, hanem erősebb vállakat kérek, Uram. Én hiszek abban, hogy a szabad akarat az abban nyilvánul meg nagy részt, hogy mi mekkorára növeljük a tudatosságunk szintjét, és azok az akadályok, azok a zátonyok, amelyek így is úgy is jönnek az életünkbe, azokat hogyan fogjuk megélni, hogy mennyire csapódunk beléjük és törünk össze, vagy mennyire tudunk ezeken vitorlázva, lavírozva tovább jutni az életünkbe, és egyre nagyobb értelmet találni ebben a földi létünkben. Végezetül engedj meg néhány praktikus tanácsot, amit a mindennapjaidban te is tudsz alkalmazni ennek a tudatnak a tágítása érdekében, hogy a változással mennyire tudsz azonosulni, vagy mennyire próbálsz harcolni ahelyett, hogy táncolnál vele. Kérlek, hogy amikor azt érzed, hogy elkezd benned valami feszülni, frusztrációt, idegességet tapasztalsz magadban, mint testi érzetet, akkor tedd fel magadnak azt az egyszerű praktikus kérdést, hogy lehet-e rá hatásom. Én egy időben azt is javasoltam, és most is ezt teszem neked, nektek, hogy akár az okos telefonodban állíts be ilyen 15 perces ismétlődőre, hogy mindig csipogjon, és kérdezze meg tőled, hogy lehet-e rá hatásom. Ugye az agykutatók szerint az ébrenlétünknek több mint 46%-ában másra gondolunk, mint amivel foglalkozunk éppen, és ez is egyfajta frusztrációt eredményezhet, mert hogy nem vagyunk jelen. Bármit is most ez utóbbi időben ilyen nagyon elvontnak tűnik, hogy légy itt a mostban, vagy légy az itt és mostban, de tény az, hogy ez igenis fejlesztető, és ennek az egyik módja az lehet, hogyha megkérdezed magadtól, hogy lehet-e rá hatásom. És ugye szoktam is mondani, hogy két dolog miatt nem érdemes aggódni, az egyik, amire lehet hatásod, a másik, amire nem. Nyilvánvaló, amire lehet hatásod, azon változtass, a másikat pedig, ha tetszik, ha nem, akkor is el kell, hogy fogad, mert ha nem, akkor mint a felgyülemlett víz a gátnál utat fog törni magának, vagy betegség, vagy bármilyen trauma formájában, amit nem érdemes megvárnunk. Tehát ahelyett, hogy stresszben élnénk az életünket feszülten, görcsösen, kérdezzük meg, hogy lehet-e rá hatásunk, és attól függően, hogy mi a válasz, úgy éljük tovább az életünket. A másik pedig abszolút ugyanígy az okostelefonhoz köthető. Én azt javaslom, hogy használd ezt az eszközt ne csak arra, hogy a Facebook hírfolyamat görgeted, és túl azon, hogy ilyen hasznos anyagokat nézegetsz, mint amit előadó társaim ma büszkén adhatunk át nektek, hogy ilyen legendákkal, ilyen nagyságokkal, mint az elején említett Bruce Lipton, vagy Joe Dispenza, vagy Byron Katie, vagy Neil Donald Walsh, esetleg a Dalai Lámát idehoznám még, ami szerintem fantasztikus, hogy tőle tanulhatunk mindannyian. Tehát túl azon, hogy erre használod, használd arra is, hogy ilyen emlékeztető funkciókat állítasz be magadnak, mert ez mindig segít arra, hogy visszahozzon ide a mostba. És én írd be magadnak akár azt is, ha az jobban tetszik, a lehet-e rá hatásom helyett, vagy változtatva ezt, vagy váltogatva ezt, hogy mire gondolok éppen most. Volt egyszer egy ilyen több tízezer ember bevonásával végzett vizsgálat, ahol ennyit tettek, hogy naponta háromszor hozzájárulásukat adott embereket felhívtak telefon, és megkérdezték tőlük, hogy mire gondolnak éppen most. Döbbenetes volt az életminőségbeli különbség abban, hogy milyen választ adtak erre az egyszerű kérdésre. Éppen ezért arra biztatlak, hogy nem készültem most ilyen túl komplikált, nehéz, bonyolult feladatokkal, bár lehet, hogy maga az előadásom az olykor talán túlságosan filozofikusra sikerült, de a praktikus mindennapokhoz visszakanyarodva én azt javaslom, hogy használd az okostelefonodat, írd be az emlékeztetőbe, kérdéseket tegyen fel neked, és bizonyos negyed óránként, fél óránként, lehet, hogy egy idővel az agyadra fog menni, de hidd el, hogy hasznos lesz, mert abban fog segíteni, hogy a fókuszod az mindig oda jöjjön vissza, amire szükség van, és ahelyett, hogy szűkölködnél, vagy szükséged lenne, azt éreznéd, hogy befeszülnél, kezd el tágítani a tudatodat, és kezd el megélni azt a minőséget, amire az előadásom során beszéltem, vagy szándékom volt átadni neked, nektek. Nagyon köszönöm, hogy megtiszteltetek a figyelmetekkel, és azt is, hogyha ide a videó alá kommentben leírjátok a véleményeteket, további észrevételeiteket, bármit, amit ez a néhány gondolat kiváltott belőletek. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk ebben a programban. További szép napot!